15 éves a Trio Áfium zenekar. Pécsi alapítója Krommer Balázs dobos, Baksa Péter nagybőgős, és a harmadik tag a váci származású Lachegyi Máté zongorista. Kezdetektől fogva aktív szereplők a magyar és nemzetközi szintéren. A Hill Music Garden sorozat szervezője az Eleven csapata. A Trio Jazz feldolgozásokkal mutatkozott be, hangszeres jazz, énekes jazz, latin jazz, amiből válogatnak. Most ünnepeljük tulajdonképpen idén a 15 éves jubileumunkat. Ez úgy jött össze, hogy Baksa Petivel, a nagybőgős kollégámmal, barátommal, mi már évek óta játszottunk együtt különböző formációkban, és lett egy lehetőségünk Dubajba, egy 3 hónapos szerződést vállaltunk, egy hotelbe kellett jazzt játszani, triót kerestek, mi ketten voltunk, úgyhogy kellett egy harmadik szólista, hangszeres kollega, és így találtunk rá Mátéra, akit korábban nem ismertünk, ő egyébként váci illetőségű, most már 8 éve Amsterdamban él, de akkor még Vácon lakott, Vácon élt, és így kezdtünk el együtt játszani. Ez éltett minket, ilyen az ízlésünk. Tehát ez nem a mi döntésünk volt, igazából megtalált minket ez a műfaj külön-külön is, együtt is. És azt is mondhatom, hogy a zenei szocializációnk egy jelentős része együtt történt. Most már 15 év alatt azért sok minden volt. Ez egy klasszikus jazz trió felállás, ez azt jelenti, hogy zongora, bőgő, nagybőgő és dob. Ez a 3 alaphangszer van egy klasszikus jazz trióban, és ez szerint megyünk. Zenei útkeresésük természetes módon következik a modern jazz legklasszikusabbnak nevezhető felállásból. Krommer Balázs két nagy nevet említ példaképnek, akik meghatározzak voltak zenei ízlésük kibontakozása terén. Rengeteg nagyszerű zenész van, de ezt leginkább a zongora felől tudom megközelíteni. Brad Meldót és Ahmad Jamalt mondanám, mint két. Jamal egy korábbi, az 50-es évekbe indult generáció nagyja volt egy pár évvel ezelőtt, sőt, igazából idén halt meg. Szóval neki nagyon-nagyon hosszú, termékeny pályafutása volt. Brad Meldó meg egy kortárs, ma is alkotó, nagyszerű jazz zongorista. Úgyhogy igen, ezen a vonalon megyünk. Ez tulajdonképpen modern jazz. Akármit is jelentjen, sok minden belefér, de modern jazz játszunk. Az ő dalaikból is játszunk, és a többé-kevésbé az ő szellemiségük által inspirált saját zenéket is megszólaltatunk, igen. Vannak saját kompozícióik, és ma este is fogunk ilyeneket játszani. Az a terv egyébként, hogy a koncert első felében egy kicsit közérthetőbb jazzt fogunk játszani, közönségbarátabb, úgy szoktuk nevezni egymás között, és a második etapban pedig koncertszerűbben, kicsit művészileg elmélyültebben. In a phrase, how long have you ever heard two turtle doves? They love you when they long. That's the kind of magic music we get from all leaves and winds. And there's a way we all will know. He really knows how to cry. That's how they cry in my window. If you should tell me for an agatha. Sokat jártunk Magyarországon, illetve két fő bázisunk, Pécs és Vác, ugye, mert Pécsen vagyunk mi ketten, Petivel, Máté meg Váci, de voltunk Dubajba, voltunk tavaly előtt, 3 éve, Novi Sadi Jazz Fesztiválra is eljutottunk, úgyhogy ezek a fontosabb állomásai az együttesnek, amit kiemelni. Nekem most 4 nap alatt 3 koncertem lesz 3 különböző városba, 2 különböző zenekarral, úgyhogy a nyár az tipikusan sűrűbb, igen, mint az őszi-téli szezon, nem panaszkodhatom, van fellépésünk.
családjában sok a muzsikus, ám mégsem szülői indítatásra fogott hangszert a kezébe, és a műfajt sem ezzel összefüggésben választotta. Én kiskoromban nem kezdtem egész kiskoromban zenélni, hanem úgy, ahogy mondtad, ez tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető megint, csak én már ilyen, hát tulajdonképpen már gimnazista voltam, amikor elkezdtem komolyan hangszerrel foglalkozni, és belesodródtam. Koncertjeiken szabadon élnek meg minden zenei pillanatot. A trió Áfium vendége Krommer Weber Anita volt, aki hangjával bűvölte el a közönséget. A Művészetek és Irodalomháza Hildudvar volt a jazz est befogadója. When they know, that's the kind of magic music we get from only some ways.